Az EGRI civil szervezet 2010 óta nyújt segítséget a daganatos betegeknek és hozzátartozóiknak. A tanácsadás online formában történik, hetente több csoportnak tartanak előadásokat, a Facebook közösségükben pedig a sorstársok osztják meg egymással élményeiket és tapasztalataikat. Szerveznek még táborokat és kirándulásokat is, vagy éppen mint Füzesabonyban könyvbemutatót az érdeklődőknek. Fodorné Vince Anna, klinikai szakpszichológus, a Rega Alapítvány szakmai vezetője nyújtott betekintést a jelenlévőknek az általuk alkalmazott segítő módszerről. Megalapozzuk azzal, hogy van remény, hogy akármilyen súlyos állapotból meg lehet próbálni talpra állni, és vannak, itt ülnek a jó példák köztünk, akik megcsinálták, meggyógyultak. Módszereket tudunk nekik kínálni, a Simonton módszer, amit én tanítok, azt orvosok dolgozták ki, és bizonyította a hatékony, meg van egy csomó egyéb alternatív módszer. Asszertivitás tréning, konfliktuskezelés, nemetmondás, és akkor ezt vagy ilyen rövid távú úton, egy-egy orvosbeteg találkozóval, egy-egy rövid tréninggel, vagy hosszabb módon, intenzívebb módon életmódtáborokban tanítjuk meg nekik. Most is lesz június 3-tól 8-ig, Erdőtelken egy 5 napos táborunk. És hát így például az ilyen rendezvényen, mint a mai, így hintjük az igét, hogy ne adják fel, hogy van remény, hogy van egy csomó segítség. Az fontos, hogy ezt emeljük ki, hogy nem a hagyományos orvosláson kívül, hanem azzal együtt, tehát párhuzamosan, nem pótoljuk, meg nem is akarjuk pótolni az orvoslást. A Simonton módszer segít nekik például a kezelések mellékhatásait csökkenteni, segít a belső gyógyító erejüket mozgósítani, sorstárs közösséget nyújtunk, tehát megkérdezhetik a többiektől, hogy ki hogy csinált, akinek mi segít. Tehát ajánljanak neki orvost, módszert, bármit. Általános tapasztalat, hogy a hozzátartozók is krízis helyzetbe kerülnek a daganatos családtag orvosi kezelése során. Tényleg az egész családnak próbálunk segítséget nyújtani, és olyankor is, amikor elveszítjük a beteget, utána is követjük a családot, azt tapasztaljuk, hogy a hozzátartozóknak sokkal nehezebb mindig. Hát a beteget viszi a mókuskerék, a vizsgálatok, a kontrollok, a kezelések, a hozzátartozó megtehetetlenül nézi, legfeljebb információt gyűjt, ahogy ön mondta, vagy a logisztika marad még neki, és közben nagyon vigyáz rá, visszafolytja az indulatait, kíméli, és közben ő maga belül meg kiég ebben a folyamatban. Úgyhogy itt a mi csoportjainkban hozzátartozók is vannak, tehát egymásnak is nagyon sokat tudnak segíteni. Fodorné Vince Anna úgy látja, sok a veszélyes tévhit a rákos megbetegedésről és az abból való kigyógyulásról is. Van egy ilyen borzasztó, én úgy mondom, hogy mérgező pozitivitás most a köztudatban. Ez a minden fejben dől el, te csináltad magadnak a rákot, te tudod meggyógyítani, ezek bődületes baromságok, bocsánat. Tehát ezzel olyan bűntudatot teszünk a betegre, hogy úristen, ha ő nem tud pozitívan gondolkodni, hogy fog meggyógyulni. Nem, én azt gondolom, hogy ennyire mérgező már a környezet, amiben élünk, a levegő, a táplálkozás, a víz, a stressz, az emberi kapcsolatok, minden, hogy a szervezet egy darabig tudja tolerálni, aztán valamilyen krízis, valamilyen lelki tényező az, ami billenti ezt az egyensúlyt, az az utolsó csap. De mivel már lassan minden harmadik ember érintett ebben az országban, most már nem mondhatjuk, hogy ennek mindegyik rákos betegségnek lelki oka van. De az életmódváltás egy jó ötlet egyébként, tehát azt érdemes ezt a betegséget felhasználni, mint egy lehetőséget, hogy ha most úgyis muszáj megállnom, lassítanom, akkor váltsak. Változtassak életmódot, változtassak a rossz szokásaimon, a kapcsolataimon, a munkahelyemen, amit súg a belső bölcsessége. A falevelek kötetben a rákból kigyógyultak osztják meg olvasóikkal a saját tapasztalataikat erről a félelmetes betegségről. Ez már a második kötetünk, amit szeretnénk megmutatni az érdeklődőknek. Az első az 18-ba jött ki, abban 36 gyógyulás történet van, mert megkértem a csoporttagokat, hogy írják le. Vannak egészen reménytelen helyzetből meggyógyult betegek is, és ezek nagyon jó példát tudnak adni a többieknek, akik még most az úton járnak. A mostani kötetünkben meg 40 újabb gyógyulás történet van, úgyhogy reményt akarunk adni.